A Siófok kezdte jobban a mérkőzést, 4 perc alatt 3 gólos vezetésre tettek szert a vendégek. A Kisvárda a 10. percben egyenlített, sőt 3 perc múlva már 4 góllal vezetett a házigazda. A balatonpartiak főleg gyors támadásokból, a hazaiak pedig felálltva elleni akciókból szerezték a gólokat. A félidőre akár végeredménynek is beillő 21-19-es állásnál vonultak le a játékosok. A második játék részben 7 perc kellett a Siófoknak ahhoz, hogy kiegyenlítse az állást, sokáig felváltva vezettek a csapatok, majd 31-31 után 2 góllal elléptek a vendégek. A hajrában egyenlített a Kisvárda, aztán a vezetést is megszerezte Bakó Botond együttese, és mivel az előny sikerült megtartani az utolsó 1 percben, első hazai meccsén győzelemmel örvendeztette meg szurkolóit a Várda. Nagyon-nagyon sokat vártunk egy 1 gólos győzelemre, azt mondom, hogy mondhatom nyugodtan, hogy kivártuk. Hiszen a tavalyi szezonban ugye 5-1 gólos meccsünk volt, amit elveszítettünk, 2 döntetlenünk, úgyhogy már ránk fért, hogy egy ilyen mérkőzés megnyerjünk, és ami javunkra forduljon egy ilyen mérkőzés. Ráadásul sajnos ez a betegség elég rendesen rajtunk van, és féltem is a második fél időben, hogy a végjátékban mennyi erőnk marad, de azon, amit a nézők és a szurkolók segítségével át tudtunk lendülni a holtpontokon. Talán a nyitott védekezéssel tudtunk egy olyat váltani, amivel egy új erőre kaptunk, és új lehetőségeink jöttek a végjátékban. Úgyhogy tényleg megdicsérem a csapatomat, hogy ekkorát küzdöttek, az átlövőink ma jól kézilabdáztak, pluszt tettek hozzá. Van még mit dolgoznunk nagyon sokat, de most örülünk nagyon ennek az egy gólos győzelemnek. Bár a vendégek edzője csalódott volt a vereség miatt, Danyi Gábor elismerte a hazai győzelem jogosságát. Megérdemelték a győzelmet, főleg az első fél időben nőttek fölénk. Azt kell, hogy mondjam, a védekezésünk és abban a kapus teljesítményünk nagyon nem akart összeállni. Emellett a második fél időben azért lett volna rá lehetőségünk, hogy esetleg az utolsó 5 percben egy 2-3 gólos előnnyel menjünk be, de buta hibákat csináltunk. És hát nyilvánvaló, hogy ilyenkor teljesen normális, hogy a hazai csapat, aki hatalmas akarással és lelkesedéssel, ráadásul jól is játszott, elvitte a 2 pontot, úgyhogy megérdemelte a Kisvárda. Még egyszer gratulálok nekik. Mi az utunk elején vagyunk, egy új koncepciót kezdtünk el. Hosszú lesz az út, ezt tudtam is, tudtuk is. Tanulnunk kell a hibáinkból. A Kisvárda legközelebb szombaton lép pályára, akkor az újonc szintén egy győzelemmel és egy vereséggel álló Vasas vendége lesz Bakó Botond együttese.